Nagyon jó, hallanak téged. Nagyon jó. Sziasztok, Mizu! Hogy vagytok? Jól vagytok, fasza? Szóval, folytatjuk ugyanazt, amit már elkezdtünk, és talán fél órát játszottunk oda, hogy kezdjünk újat. Melyiket kezdtük el? Emlékszem, hogy valamit elkezdtünk. Te a poroszokkal voltál, én meg valami szlovák területtel? Jaj, az nagyon izgalmasan telt nekem. Menjünk, folytassuk. Nálam van a mentés. Nálad kell, hogy legyen, mert te indítottad. Itt van. Sziasztok. Hát ti a életem. Igen. Érdekes lesz nézni a csetet közben nekem, ne várjál. Valahogy megoldjuk. Valahogy. Figyelj, telefonon be tudod rakni. Igen, egy pillanatot kérek, viszont le kell némítsalak közben. Le kell némítsalak, hát a kurva anyját. Nem mit képzel magára. Tényleg egyébként, srácok, hogyha... Ó, már megy, itt is vagyok. Igen, most kezdtük el nemrég. Csáó, én vagyok a YouTube-ról az előfizető. Nagy Zsolt. Ja igen, megvan. Köszönöm szépen újra is azt az előfizetést. Kiváltva, így jár, Rafael által. Ú, ezeket nem látom még mindig, ezt valahogy meg kell oldani. Oké. Igen, igaz, akkor látni fogom a csetet, működik. Amúgy az, hogy lenémítom magam, az nem azt jelenti, hogy nem hallok. Amúgy láttam, hogy hallasz. Értékelném a különbséget. Kaptam. Kaptam. Ez ide be. Úgy, oké, Pixni megkapta az aranytagságot, mondjuk azt, hogy a testtartásra figyeltem Illusion által, inni eleget iszok, és akkor ez így most megvan. Az baj, hogy ez nem fog mindent mutatni nekem, amit szeretnék. Nem fogom látni például azt, hogyha valaki feliratkozik, nem fogok látni semmi ilyesmit. Ez az. Mert ez a tevékenység hírfolyam, ez nem azt csinálja. Ez nem az. Értem én, hogy kérelmek kezelése, meg ismétlődő felugró. Ó, nagyon jó. Oké, megtaláltam. Nimrót követett téged. Nagyon jó. Áj, nagyon jó. Ez nagyon király. Majd szólok, Ati, oksa. Miről? De gondolom, próbált segíteni, tudod, hogy testtartás, így áll. Medejé! Mertük, el kell fogadni Eriket. Vissza kellett volna utasítani. Ám meg ki tudom rúgni. Na. Nem vagyok visszaválthatós, mint az üveg. Azok a cseten, ha tetszenek a videók, akkor iratkozzatok föl, lájkoljátok a videót. Hát most na. Valakinek kell. Én már követtelek, ez csak egy másik készülék. Nice. Akkor ezentúl nem úgy számolom a követőim számát, mint 280, hanem 278 plusz Nimrod kétszer. Ennyi. Iratkozzatok fel kétszer. Na, az már igazán hatékony. Hogy én mennyire szeretem ezt a CK-t. Itt amúgy hogyan működik a multiplayer? Mindkettőtök lesz egy országa? Igen. Úgy van, hogy én itt vagyok Perzsiával, ez a kicsi régió itt. Még ez is hozzám tartozott, de elkenték a számat. Na, itt van. Milyen Perzsia? Perzsiát mondtam? Igen. Akkor poroszok. Az egy fokkal másabb. Te kikkel voltál? Bavariával? Nem, a fölöttük voltam. Itt van ilyen nevét, hogy egyszer belép a játék, addig még beszélgethetünk. Nem, Polábia volt. Polábia volt. Az. Majd egy nyomom a szponzit. Ennyi? Perzsia majdnem. Igen, hát egy picit messze van, de majdnem összeült. De lehettek egymás vazallusai is, nem? Igen, lehetünk egymás vazallusai. Általában úgy szoktunk játszani, mert én szeretek mindig Erik alatt játszani. Élvezem azt, hogy nem nekem kell uralkodni. Most is majdnem kialakult ez, de igazából utána megoldottam, hogy legyen egy szövetségem, amivel ne legyen probléma. Mondhatjuk úgy, hogy most nem akartam a tit vazallusnak, ezért inkább szövetkeztem bele. Jó, ez kicsit félreérthető. Ja, értem, ez az egymás fölött alatt lévő dolog. Szerintem tökéletes. Na.
szimbiózisban érünk. Adjunk ennek a játéknak, mert nem is emlékszem, hogy hol tartottunk pontosan. Arra emlékszem, hogy nem vagyok alkalmas arra, hogy elverjem ezt a csávót, aki megtámadott. Jó, próbálok kijönni a... Igen, próbálnék kijönni. Te háborúzzol mondjuk valaki. Kivel háborúzzol? Én senkivel, én tök jól el vagyok. Ja nem te, a... itt a valaki. Nem tudom, önmagával háborúzik itt. Nekem még nagyon jó. Hát neked végképp nagyon jó. Hát... Eriknek egy 1000 fővel több van szinte. Kétszer annyi szövetségese van. Megjegyezném, hogy megnézitek, akkor így látszódik is, hogy hol. Bár őt mondjuk nem találom. Ja, ő ilyen pici. Hát az aztán nem szövetséges, Erik. Szilézia mondjuk annál inkább. A másik ez a, nem tudom, ez a Chieftain Kalitz. Kalitz. To can declare war, few champion, powerful vazalus, expect council position. Ó, ja, itt a chat nekem az probléma lesz. Kitakarja a félképernyőmet a chatem. Igen, és be van rakva, hogy tökéletes működhet. Kellene még egy monitor kellene nekem. El fogok kezdeni ilyen adománygyűjtő dolgokba. Rakjunk össze egy monitort nekem. 500 000 monitor kijelölve. Ott van öcsinél. Mm-hmm. 60 ér odaadja, azt mondta. No. Na, srácok, 60-at összehozunk. Nem kerülök utcára, akkor megvehetjük a monitort. Szeret a barátnőd, nem? Bármikor kezdhetjük egyébként. Kezdhetjük, én beléptem. Hát nézelődök. Hatalmas tervekben van, hogy egyszer kijövök a faluból, és építek egy kővárat. De... Nimrod már mondja, már lájkoltam a balatoni részt. Helyes, helyes. Hagyjátok lefutni a háttérbe kétszer, amíg nézitek az élőadást. Kim van az új Victoria 3 videó. Helye. Ja, még te is még tribal vagy. Úgy voltunk vele, hogy megtartjuk a vallásunkat, nem? Igen. De hát a vallás az nem számít vele, hogy én most feudális vagyok, vagy nem. De, mert igen. Ameddig nem reformált a vallásod, addig nem lesz feudális. Jó, hát feudális. Az más, amúgy hol vannak. Csak részletkérdés, ami. Így van, hol vannak a szent helyim, ha már így beszélgetünk róla? Hát remélem nem ugyanott, mint az enyém. Nem, de elég messze. Legalább. Egy van itt a dánoknál nálam. Dánok? Hát úgy arrafelé, nem teljesen. Te azt mondod, hogy... Rana. Uralod, ajjaj. Nagyon rossz helyre tetted be a lábad, Attila. Ahol vagyok, ott van egy holy site. Konkrétan ahol a fővárosomban. Igen. Az a baj, hogy az enyém. Na, az az én vallásom holy site-ja is. Na, akkor most beszéljük meg, hogy melyikünk tér át. Én azt mondom, hogy te. És ha kell, erődemonstrációval próbálkozhatunk. Holy wart indítasz, azt mondod? Én nem indítok holy wart, én csak ilyen 1v1-re gondolkodtam. Ez a plusz-minusz 800 ember, ez kell. Földrajz 2-es, Ati. Mert a dánoknál mondtam, hogy a dánok felé. Hát itt vannak a dánok. Nem tudom mi a neve, még mindig Ranna vagy mi a neve ennek a területnek. De hát mire megtalálja Erik, jó? Hát, mondjuk most, hogy kiderült, hogy hol vannak a holy site-ok. Figyelj Erik, hogyan mondjam... Szlovianszkiból elég sok van. Szerintem nagyobb kihívás a vidilizmmel megnyerni a játékot. Illetve az én vallásom jobb. Mert? Jobbak a trétjei. Ezt megnéztem a múltkori alkalommal, meg gondolkodtam rajta, hogy áttérek a te vallásodra amúgy. Még beszélhetünk róla. Előbb elfoglalod az egészet, utána vallás. Igen, előbb még itt csinálok magamnak egy normális birodalmat, majd utána megbeszéljük. Hogy van az örökösödési válság nálam majd a jövőben? Succession. Nagyon jó. Imádom.
CK2-en vagy kitagadod, vagy elküldöd, vagy megöled az utódodat, hogyha nem akarod, hogy szétoszoljon. Tök humánus megoldás. Tudom, nálam az örökös, egyetlen egy dolgot fog kiörökölni az örökösem. Egy egész, várjál, dacsiságot. Nem, mert nem Ducci-nak hívják őket, képzeld el, kijavítottak. Nem Ducci, hanem Dacci. Nem látod, de mutogatok, szóval. Én értem. Figyelj, eddig hogy szokták ezt mondani? Hazugságban éltünk. Én, figyelj, tudom, hogy mit jelent, tudom, hogy kell kimondani, de 70-szer kell kimondani egy játék folyamán, és nem akarom hercegségnek mondani, úgyhogy megmarad nekem ez. Köszönöm. Igen, hercegségnek még hülyébbnek hangzik. Dacsi. Vagy grófságnak, ne, köszönöm, jó az így. Na, a grófság az a kisebb, a county. Így jár, Rolkes. Rolkes azt mondja, így jak, észak. Na, hát egészségedre. Pálinkát. Ez egy bebaszó stream. Haj, de rendesít mindenki. Sziasztok, szia Markó. Ja, igazából még mindig megvannak a borok, amiket hoztatok. Ennyi. Ennyi, elpársam, ott nyomja. A promóciós termékek, látod? Itt nagyon nem fog történni most egyelőre semmi, mert nincsen semmi Prestige-em kb. Szóval így állok és várok, és nézek ki a fejemből. Na, szóval kit fosztogatni átmehetnék, ha van kit kifosztani. De még csak egy területet tudok. Van kit kifosztani. Akkor menjünk frosztogatni. Bár, akkor mondjuk Prestige-et veszitek ugyanúgy. Kivéve... Mondjuk itt az a bohém körre mennék. Hogyha... Ez is lesz. Én nem tudom. Haló. Ki kivel van? Én a poroszokkal vagyok. Kifosztottad a városomat? Vagy rohadnál meg? Minusz Prestige bedobott, az átkozott meg kifosztott. Erik meg a Polábiával, ami eléggé sok mindent mond biztos nektek. De ebben a kitalált történelemben, ebben Polábia az eléggé nagy uralkodás lesz. Működni fog. Azt nagy mondom, birodalom. Működni fog. Már összehoztunk vagy 4 vagy 5 területet pluszba. Ez adta a 20 év alatt. Mi történik, hogy én azt mondom, hogy Raise Local Raiders? A minuszba kerülünk. Most raideltek? Ti most raideltek? Nézzük meg, hogyha ide jövünk raidelni. Mire van jogom? Erre? Ez mi? Aha, semmire. Jogodban áll hallgatni. Ne. Testtartás. Jaj. Teljesen jó ülök, srácok. Én helyettek be. Nem tudom, van-e valami intenzív játék Attilának, de akkor nyomnám be. Ja, így mindent akkor. Tudod, így feliratkoznak 20-an, hogy mindenkinek így elolvassam, amit írt, meg hasonlók. Polábia, kb. Közép-Németország. Kb. Amúgy igen. Ja. Ja. Ez kifosztva. Hát, az a jó, hogy itt még egyre szláv vallású, meg szláv az egész megoldás. Szóval vallás az szláv. Kultúra az meg... Nem, az is szláv, a kultúra is szláv. Hát én a seggemen fogok ülni, Erik, mert minusz Prestige-ben vagyok, és a fosztogatás nem hoz vissza Prestige-et. Igen. Szóval ez nem fog segíteni nekünk. Ekkor már megvoltam ugye a Friends and Foe nekem? Szerintem igen. Szerintem pont ennél mondtad nekem, hogy már megvan. Lehetséges, mert akkor viszont akkor benn van. És akkor mindenféle hülyeséget kaphatsz te is. Bármi előfordulhat. Igen, mert itt már kaptam magamnak ajándékot, ez már megvan. Na, akkor igen. Ha itt már kapsz ajándékot a születésnapodra, akkor igen. Akkor én most elmegyek egy felszabadító körútra. Ti mennyire vagytok látok, erősek? Látok 300 embert, aki nem akar felszabadulni, úgyhogy segítek neki. Nem, kapsz Prestige-et, csak vissza kell vinned. Yes. Igen, eddig is így működött. Azt hittem, ez így próbálkozol. Hogy próbálkoztál eddig?
Eddig csak fosztogatok, tehát most fosztogatok így először jó formán a Victoria 3-ban, a Crusader Kings 3-ban. Na. Voltunk már mi, hogy hívják a Kingek? Lehet, de nem emlékszem, hogy én fosztogattam volna nagyon. Pedig az a legópébb, mikor körbemész kereskedőkörutakra, és egyezvényeket kötsz például, elmész Velencébe, kifosztod, elrabolod az örököst, és utána visszaadod pénzért. Ez itt tök jó egyezmény. Ezt megcsinálod egy ilyen 2-3 évente, 40-50 aranyat behúzol, plusz amit a örökösért adnak. Yes. Akkor most ezeket itt lerakjuk. Hogy tudom leengedni ezeket az embereket? Mi? Hostile Army? Álljon meg a játék! Na. Mit csinálsz? Itt van egy 1900 fősereg. És mit támadok meg? Mint hogy honnan? Aha, jó, hát gondolom az Olivon sereg. Ment fosztogatni. Baj, neki estem. Csak nem volt felemelve az összes emberem. Itt felemelve a pleasure. Meg lettem hívva kajálni. Igen, amúgy Bizánccal egy kicsit nehezebb fosztogatni, mert ha nem figyelsz oda, és én általában össze-vissza menedzselgetem mindenféle hülyeséget, meg nézelődök a világba, és ha véletlen ott hagyod az embereidet Bizáncba, akkor hirtelen megjelenik 11 ezer katona, és azt mondják, hogy nem szeretnék, hogy ott legyél. Hello, szia! Igen, örülünk, igen. Hogy jöttél. Távozz. Én vagyok a leghülyébb amúgy általában, mert így majdnem fullos pénz és presztízs mennyiséggel, amit össze lehet kaparni. Szoktam általában olyan hülyeséget csinálni, kimegyek egy területre, és utána így ott felejtem az embereimet. Lett rengeteg presztízsem. Most indíthatnék egy háborút. Ezt hagyjál, hogy meghalnak, mert elkezdenek éhezni, mert az egy működő dolog, azt még elviselem. De az, hogy utána így, mit tudom én, mondjuk a itáliai király elkezdi oda-vissza rohamoztatni a 2000 emberét, vagy azt az 1000-et, ami marad neki, és folyamatosan darálja le szép lassan az embereimet, ameddig nem nyer. Azt nem érzem fairnek. Hozzáteszem. Én meg addig elkezdtem területeket gyűjteni. Én is azt csinálom, mondom, felszabadítok. Sziléziát, az a baj, hogy abban nagyon szövetségesnek néz ki nekem. Ez a Szilézia dolog. Ja, jó, ott van még egy alaj. Bohémiát kéne egyben. Szilézia. Hello, Szilézia. Te miért léptél be ebbe a háborúba? Te nem is voltál eddig? Lehet, rosszat néztem. rosszat néztem. nem a Ducsit, vagy igen, tehát nem a Ducsit néztem, hanem a grófot, aki alatta volt. Mennyi? Van célunk ma? Cél? Nekem túlérni, nem meghal. Eriknek meg ezt így beolvasztani így maga körül. Nem meghal. Legjobb, amikor elkapod a pápát, miután kifosztod Rómát. Tudom. Fel lehet tudni okosság. Jó, akkor ide visszamegyünk, ezt fogjuk elfogyulni. 16 éves, az még jó korba is. Aztán meglátjuk, mi lesz ezzel, hogyha ez itt meg lesz. Figyelj, beszélhetünk arról, hogy behívsz a háborúkba. Sziléziával kell háborúznod, az megvan. De ha te hívsz be, akkor azzal nem kéne, hogy probléma legyen. Először tudjam le a saját háborúmat, igazából nem tart sokáig. Ha ezt így csinálják, ahogy most csinálja a sziléziai sereg, akkor az tök jó lesz nekem. Call to war. Utalérlek titeket? Nem. Vigyel, nagyon gyorsan tudnak átmenni. Erik létrehozhatna a HR-et. Gondoltunk erre is. De igen, én meg szeretném tartani a vallásomat. Rajta. Kell a HR ehhez a vallás? Nem árt, szerintem. Elég hülyén néznénk ki pogány vallással megcsinálni a német. Ez jó lesz, ez jó lesz. Pont jönnek átjönnek a vizen, és elverem őket úgy, hogy átjöttek. A sziléziai sereg meg inkább elmegy onnan, mert nem akar ilyen átvonulás mellett harcolni ellenem. Mi a? Jó, hát gyere már koma, verjük már el. Miért léptem én ebbe bele? Szóval akkor nem kellek? Nem, most vertem el a sziléziai sereget, ők a nagyobbikak. Viszont szerintem ezzel nincs probléma. Jó. Mi történik akkor, hogyha erre rámennék?
Hol várja ezt a területet, hogy kell osztani valami... Jobbak vagyunk, viszont nincs értelme. Mi van, ha én visszavök? És megvárom, hogy jöjjön át ő. Nem, inkább körbe megy. Oh, hú, az jó lenne ott. Na most... Komolyan ilyen macskaegér játékot fogunk játszani? Jó, akkor foszt ki a vazallusomnak a területét. Hát az engem hol érdekel? Ja, hozzátehetem azt is, hogy Attinak a legnehezebb döntés általában az is a legnagyobb fájdalma, hogy kifosztják a területét. Tehát ő ezzel küzd. Nem volt még olyan CK3-as rész, amikor ne azzal küzdött volna, hogy ne fosszák szét a területét. Hát mindig engem akarnak, mindig olyan helyet választok, ahol engem fosztogatnak. Ajaj, ugye most nem jössz át körbenézni, hogy haj, de jó, hogy érted, csináljunk már mást. Mi lenne, nem foglalnátok el ezt annyira gyorsan, azt a terület? Jó, hogy van katapultjaitok. Mi van, a sziléziai sereg, annak van izéje? Ez feudálisok? Nem, tribal. Nekem akkor miért nincs katapultom? Nekem nincs katapultom. Neked nem jár, csak a szád. Istenem. Így áll, így áll. Én mondom, hogy egy Evo stream kéne, hallod? 3,5 percet bebaszhatna a chat. Az biztos. Az a helyzet, én úgy tudom egyébként, hogy Twitch-en nem szabad inni. Nyíltam. Nem. Hát nem Twitch-en, szóval, hanem így az asztal alatt. Igen, tehát hogy ilyet megbeszélhetünk. És az asztal alatt iszunk. Lebújok az asztal alá, tudod, azt onnan iszok. Mindig is akartam egy kicsit. Milyen klímet kaptunk? Kaptunk. De mire? 3 hónap. Erre. Country of valami. Jó lesz? Nekem ami igazán nehezen megy egyébként a Crusader Kings 3-ban, az a szövetségkötések. Ez az Erik azt mindig valahogy jobban összehozza. Call for Hunts. Menjen Hunts. Hát figyelj, van egyetlen egy elvem van, az pedig az, hogy ne legyen 20 év különbség a két karakter között. Várjál, jön egy 1200 fő valahonnan random. Ti kik vagytok? Múltkor együtt játszottunk. Honnan jött ez az 1200 fő, bro? Nem baj, ha rátok megyek, akkor titeket is elverlek, még mielőtt egyesülnétek a nagyobb sereggel. Jó, ti együtt vagytok 1200 fővel. Hopp, egyet elkaptunk. Jó. Úgy, tessék elverni őket. Ha ásványvizes üvegben van a vodka vagy a pálinka, nem fog feltűnni a chatnek. A chatnek, Twitchnek. Na jó, de... Nem olyan... Tehát a CK3 nem olyan egyszerű. Vannak ilyen karlingok, és nem akarnak kihalni. Van, amikor 30 perc alatt ki tudnak halni az egész ház egybe. Van, amikor meg soha. Most a sohánál tartunk. Olyan, olyan miért nincs, hogy kimész levegőzni egy percre? Elszívsz 2 cigit, vagy valami. Menj ki levegőzni, tudod. Nem cigizek, rászoksz. Várjál, sok minden történik most. Senki nem ért az államháztartáshoz nálam. Nem baj. Mindenki bugyuta. Adjak ember, köszönöm. Nekem is van... Ilyet. Vagy nekem van 16-os is. Mondjuk az 6 azért. Na, az utódomnak nincs felesége. Ennek 1000 fője van. Ki vagytok? El tudod tartani a saját területeidet amúgy? Mire gondolva van? Hát arra gondolva, hogy 2 területen van és 6 lehet. Erre gondolok. De nincs pofám a saját tacsiságomból kiadni ember. Jó lesz az, ti házasodjatok össze. Úgy. Ez itt meddig bírja? 15 hónap, ez 4 hónap, jó, akkor ezt letudjuk. Biztos nem kell, segítsek? Nem, csak macskaegér játék megy nagyon a... Kik voltatok? Sziléziai sereggel. Tehát így mennek körbe, tudod, így megállnak támadni egy területet, megyek felé, ők elkezdenek menekülni. Tehát ez megy. De viszont jó, már megvan az a terület, amiért megy a háború. Azért gondolnám, mert van 3000 fő ilyen felesleg. Úgyis fel van emelve, mert behívtak egy másik háborúba. El akarod intézni a sziléziai sereget? Figyelj.
Ha véletlen meghal az uralkodója csatában, akkor megszűnik a békeszerződésünk, azaz az egyezményünk, akkor már elkezdhetem eszegetni. Miért nem? Ja, mert békeszerződésed van vele. Igen, hát van vele egy szövetségi rendszerem, úgyhogy most annyira nem ugranék. Mondani akartam, hogy miért nem támadod meg hátulról. Nagyon most nem ugranék meg, nem muszáj. Nem te elverünk, de nem? Jézusom. Az baj, presztízsbe kerül, hogy behívjalak. Hát igen. 300... nem. Sorry, most no. Mi? 350 prestige, kihagyom. A legtöbb embernek sokat érek, 3000 emberem van. Egy prestige emberenként, mert egy prestige emberenként, igen. Seven Days to Die Horde-a közben kiküldenélek egy percre, igen. Vagy leülök lolozni, tudod, és akkor kiküldenek még, mielőtt elkezdődne a játék, így az első percben kimegyek. Agyvérzést kapnék, az biztos. Sárkány közben, ne haragudj, de most kiváltották, hogy 10 percig büntetésben vagyok. Ne sarokban. Kiváltották 10-szer az egy perces menny kiszünetre. Lehet rosszul lennék, nem biztos. Hát jöttek ott. Hopp, jöttek ott. Hát kapjuk már, menjünk már rá, gyere, testvérem. Ott van, 1500-an vagytok, én vagyok 3000-en, 2000-en vannak. Istenem, hogy menekültök. Megyek utánatok, rohadjatok meg. Ú, nem utolértem a sziléziai sereget. Ez az itt a háború vége. Nagyjából ez a sereg az egyetlen, ami így életben tartotta meg ezt a háborút nekik. A sziléziaiak eltápolódtak. Bam. Ú, meg nincs vége a háborúnak. Lol. Én mekkora egy hülye vagyok amúgy, hogy másnak a háborújába segítkezem. Figyelj. Meg kell tartani ezt a szövetséget. Neked még nagyon szívesen segítenék, de ennek öcsém? Hát ezt akarom majd megenni. Mondjuk az is jó, hogyha egyben van a birodalom, akkor csak egyet kell megenni. Itt mit fejlesztettem, itt is építkezek, jó? Azaz. Nem lehetne, hogy a csata nélkül megnyerjük ezt a háborút? 7 hónap, Jézus, hogy nem 3% srácok. Várjátok már meg. Hogy vannak elosztva itt a területek? Van egy ilyen uralkodó, van egy ilyen csávó. Ja, hogy te ezt olvastad Seven Days to Die-nak. Jó, hát nekem ez kellett volna egy ilyen gyors. A Seven DTD, ja. 7 DTD, uha. Manage domain, az nem fog menni? Még egy területet nem tudnék irányítani? Testtartás, addig figyelj oda. Pretty please, ja. Yes, háború vége. Megállt, felálltam nagy képernyőre. Ijati. Mire engem rakták ki nagy képernyőre? Öreg hiba. Tudom. nem direkt volt. Above domain limit. Nem baj, az most úgy marad egy darabig. Szerintem valahol vége lesz annak a háborúnak, amit nem is én akarok. nem rajtad múlik, akkor nem. 98%, ne már! Wow, ez milyen háború itt? Mi történik itt? Önmagával harcol. Azt látjátok? Ugyanaz a zászlójuk, csak a kacsa az egyik irány helyett a másik irányba néz. Kind of kacsa. Visztulániának. Várjál, Visztulánia? Ne úgy nézd, hanem az alattam lévő, hát így mellettem alattam lévő ilyen Mazovia terület. Szövetségben van Visztulániával. Láttam. Az kacsa. Hát én biztos nem egyébként, de nézd rá a fejéred, én nekem kacsának néz az ki. Az a jó, hogy van egy jó feature a játékban, hogy be tudsz közelíteni, és mindent kisebbé rak egyből. Nem tudom megnézni. Várjál, nem tudom átállítani a izét. Kacsa. Nem tudod állítgatni. Ha rákattintasz mondjuk, hogy a címert lásd így a címerhez tartozó területeket, akkor jobban kimutatja. War declared. Ki? Ne. Ó! Oh. Ennek tiszteletére én nem vagyok ajánlani. Srácok! Támadott most? Meg. Nem úgy, hanem így elmentem a játékba, tehát csináltam egy... Ja, értem. Oké. Okay. Emlékeztek, amikor Erik azt mondta, hogy mindig az a bajom, hogy megtámadnak kifosztogatni? Ezért! 8600 fő!
Milyen rossz dolog a viking korszakban a vikingekkel közel lenni. Jöhet az összes szövetséges. Támadott meg amúgy valami névtelen viking? Valami viking, nem tudom. Ki? Harald Tangleheider. Hogy ja, volt? Ez, gondolom... ez egy normálisabb, azt mondom, ez egy relevánsabb karakter, mint általában szokott. Igen, és egyébként egész jó. Rád. Na, az nagyon a... jó. Az a kérdés, hol fognak partra szállni? Tényleg katonáimat azt fel is emeltem. Ezt a területet, ezt na, most már valakinek. Most már nem baj, hogy prestige, csak kérdezem. Most nem kerül prestige-be, mert védelmi háború. Előbb támadtál? Na, várjál. Előbb támadtam. Előbb megtámadtam az egyik valakit. Várjál, kitagadom az örökösömet. De lehet, még nem kéne. Pontos lépés. Nekem... Még nem. Halló! Nem halló! Hát de miért? Józsinak elvágták a lábát. Egy lábú az örökösöm. Halló! Hey, figyelj, nem kell két láb ahhoz, hogy tudjon szaporodni és fenntartani a házat. Az igaz. Még elég szarnakos tartja is. 8000 viking kicsit sok. Igen, pláne úgy, ha belegondolsz, hogy Eriknek is van 2400 embere most, meg nekem is van 2300 emberem. Tiltakozom, nekem 3400 van, csak meg vannak halva. Nem mindjárt látom, jönnek. Látom. Mindjárt jönnek. Nem látszódik most jelenleg. Most klónozom őket. Hopp, valami történt. Gregoretta szurkolt nekünk 25 bitben. Küldöm a hadiadót. Az biztos. Kell. Ide kelleni fog, Zsold. Mennyi pénz ja, van? Hát ez a 106, az nem lesz viking állító pénz. Ne, nincs elég mercenerire. Mindjárt átmegyek fosztogatni ezt, akkor majd lesz egy kicsit még. Add nekik a területet, szerintem megoldja. Én tudom, mennyi területet akarna? 4-et. Nem. Ajaj. Hot war, oh my god. Ó, közben eladtam a rabjaimat. Így most van pénzem. Ó, akkor mégiscsak lesz valami. Mindjárt, sőt, még vannak amúgy rabjaim. Csak nem tudnak kifizetni. Jaj, most ugrik föl, hogy mit akar csinálni. Mit tudod, akar csinálni? Hogy mondhatom nekik, hogy ne jöjjenek. Megmondod nekik ki szépen, hogy ne. Kifoszthatnátok, de mi lenne, ha... A két másik ország fölöttem, mi lenne? Figyelj, én azt mondtam nekik, hogy a régi módi módon fogjuk őket elküldeni. Hát ez fasza. És hogy pusztuljanak meg. Hát 9000-en vannak. Legalább lehet mondani, Erik, az örökösödnek, hogy miben sántikál. Az biztos. Szegény. Nem is tudom, mibe sikerült neki. Szerintem az előző, nem az én háborúmban, amiben segítettem az egyik szövetségesemnek, lesántult a csávó. Nem baj, hát még ki lehet tagadni. Oké, várjátok, pillanat. Portaszállást fognak éppen csinálni. Hú, te mit tanulsz? És kitől? Az a legfőbb kérdés. Feleségemtől. Ó, te meg lehetsz jó örökös. Mennyire hát, akarom én ezt a portaszállást megküzdeni, Erik? Nem akarod te ezt megküzdeni ki, annyira nagy túlerőben, sehogy se szerintem. Bár három vagy? 4000-en lennénk, 4400. Várjál. Hol a legközelebbi területem? Na akkor event spawnol, gyerekek, gyertek, pitty, hopp! Az egész országból hirtelen az összes sereg ott terem. Na, 7 nap alatt összeeszkábálják magukat, és akkor elkezdenek menni oda. Még ez idő, nekik 6 nap még kiérnek, meg itt a szövetséges is, ha minden igaz. Nem tudok, azért mondom, hogy talán odaérek, talán, mondjuk két területet kéne átmennem, meg átmenni egy folyón, hát lehet nem fog odaérni amúgy. Az a folyó az nagyon gyorsan átmegy. Ott konkrétan igen? Menekültek előle. Még valaki híd rajta. Ó, valakit tudok vazalizálni. Megpróbáljuk. Józsi bácsit vazalizáljuk. Azt nézd. Kit majd, vazaliz? hogyha elkezd jönni menni az idő, akkor meglátod. Tehát így nézd a területet, és akkor így hirtelen megjelenik majd egy vazalos. Cukin fog kinézni. 3. Én is, amúgy. De így... Na, haló.
Egyes sebessége nem történik. A szövetséges egy helyben áll, nem akar jönni? Oh my god, elindult. Hogy tartod magad? Na, na, azt megtörtént, mondani. Megtörtént. Figyelj, az a helyzet, ha ezt a háborút elveszítem, akkor beállok alád vazalusnak. Figyelj, megbeszélhetjük. De azért próbálkozz. Plusz 40-es előnnyel támadok amúgy rá. Mindjárt megérkezik a szövetséges is, aki amúgy odaért volna előbb is, csak valamiért nem akart odalépni. De vagy jó. Nagyon jól tartjuk magunkat. 1200 fő még közeledik még fentről. Olyan plusz értékeink vannak, hallod? Ilyen 45 meg 50 plusz advantage-ünk van. Mindjárt ott vagyok. Ott megy. Jó! Meg lesz! Megyek át a hídon, minden jó lesz. Gyerünk! Nem kell sok! Jaj, menj már át! Beértünk! Yes! Ez az! Hoppá, el vannak verve, oda néz. Oh my god! Nyertünk is! Ez az! Mehetek vissza! Yes! Oh. Micsoda izgalmak! Szóval, hogy volt ez a beászalám dologgal kapcsolatban? Nem vesztettünk, nem? És akarsz? Jaj, így áll. Megint van így áll. Hello! Szerintem is így áll. Hmm. Viszont most van egy zsoldos sereg mellettem. Várjál, ki kell tagadnom a fél lábuk. Jó, nem, nekem. Ha titeket megtámadnálak, nektek 4000 főtök lenne, nekem 9000, de az a szövetségeseim is. Nekem mennyi van így most? 2600, 1600, nem tudnálak megverni titeket. Neked milyen gyerekeid vannak, ha már úgyis az enyémet megnéztük neked? Itt van-e? Nem, nem olyan vészes. Egy? Ez is fél lábú, Ati. Hát nem, hát. Milyen az is? Melyik? Hát az is. Az én örökösöm is fél lábú. A másik meg félszemű. Azt láttam. Az legalább menőn néz ki. Annak jobb az irányítása. Lehet véletlenül kitagadjuk az első szülöttet? De az meg diplomáciába tudna neked összehozni területeket. Nem baj. Mármint a dácsiságodnak... Hát jó, hagyd a fenébe. Hallod, 4 területem lehetne. Úgy, hogy adottam egy területet most a izének. Ja, talán jó. Lassan fürdeni fog, hogyha még egy kétszer kiváltjátok. Kádból fog streamálni. Ott tudunk. Kontrollt itt növeljünk. Megpromotáljuk a kultúránkat. Nem merek költeni prestige-et. Egyszer még jól jön. Hiszek ebbe. Költsük a pénzünket, van egy csomód is. Másodpercet kérek, mindjárt jövök. Régen lehetett úgy, hogy egyedül beküldött a több ezeres seregbe. Aztán volt esély, hogy meghal. Itt is lehet ilyen vadállatagságokat így összehozni amúgy. Tehát meg lehet oldani, hogy egyedül legyen, vezessen egy ilyen kevés fős csapatot. Csak már nem olyan egyszerű. De elvileg ezt javították. Igen, már nem olyan egyszerű, de meg lehet csinálni még mindig. Mit szóltok ez a dúcsisághoz itt, ezt így bevesszük így magunkhoz? Dúcsiság, dácsiság, dacsiság. Dacsi vagy dácsi? Szerintem dacsi amúgy, nem? Nem úgy lovakként. Mert hogy lovakként? Volt egy ilyen event, vagy csak így konkrétan így megmondtad neki, hogy menjen be a harcba, az kész? Bár lehet működik commanderként is. Commanderként még mindig meg lehet csinálni. Én azt hittem arra gondoltál, hogy egyedül, tehát ilyen egyfős katonaként így bement így commanderként. Azt hittem arra gondoltál. Mert azt még mindig meg lehet csinálni, hogy egy nagyon kis csapatot vezet, az beküldöd a csatába, az cső. Csak akkor kell, hogy legyen egy külön ilyen nagyon kis csapatod. Valamelyik területen kevés embert kell, hogy kapj. Na, tudjuk. Jó van. Oké, okay. Én elkezdtem közben egy háborút újra. Megint? Ki ellen?
Hát figyelj, tudod, ez a porosz haderők itt. Mozávia, jaj. Felállítottam a sereget, kiválasztottam az egy lovagot, és beküldtem egyedül a 10 000-es seregbe. Hallod, régebben meg lehetett oldani itt az örökösödési válságot így. Felállítottad egy főként izét, ugye egy külön így elhúztad, és izé, és beküldted, hogy harcoljon egy 10 000-es fősereggel. Jó, a CK2 se volt ilyen térben jó, mert nem is tudom, hogy volt. Olyan 860-as kezdése volt annak is körülbelül, és ilyen 20-30 év alatt, hogyha ráfeküdtél, akkor meg tudtad csinálni azt, hogy primogenitúrád legyen, ami annyit takart ugye, hogy egy örökösöd volt. Ami tök jó, már nem osztottak szét a területeit. És a CK3 átment a másik felébe, hogy itt például primogenitúrád lesz, addigra sose lesz semmi. Itt a játék végén kapodnak a primogenitúrádba kell. Ezt nem is folyamatosan tudsz. Olyan dolgokat csinálsz, hogy izé cölibátus, meg kitagadsz mindenkit, meg ilyenek, mert ez valódi nagyon, tehát tényleg így volt, persze. Azt nem értem egyébként, hogyha az apuka egy ilyen herceg, akkor miért nem csak az örököse lesz herceg? Miért mindkettő lesz herceg? Ó, van egy új szövetsége. Nagyon jó. Ánia. Ez az. Mindegy, tényleg be kell lépnem? Erik, nem tudsz küldeni egy kis pénzt? Kötöttem egy alkut, és nem jött össze. Bizáncban. Alapból primogenitúra van. Viszont csak az uralkodóháznak. Itt legalábbis. A CK2-ben ott mindenki megkapta. Jó, beléptünk egy háború. Mit szeretnél? Pénzt. Nézd, 26-ban vagy. Hát, tessék. Hogy? Ez az, végre lejöhetek erről a nyomorult stratégiát. Köszi. Köszönöm. Feljött a lehetőség, hogy tudod, hogy tudsz alkut kötni, hogy te milyen fasza vagy alkudozásból. Megpróbáltam, nem jött be. Elfelejtettem, hogy ez az uralkodó annyira nem jó alkudozásból. Igen, igen. Távolja fel, de ki kell húznom azt az ágat még picit. Hajrá, boys! Mutassátok meg a porosz haderő milyen. Egyszer eljutunk arra a szintre, senki nem mer majd ellenem harcolni. Bum. Tudjuk, mert mi is nézegettük, hogy hát milyen jó lenne, nem kéne ezzel szenvedni. És Ati mondta, a nő nézegette előbb a játékot, mint én. És én mondta, hogy hát van a primogenitúra ott, a bizánciak, stb. Elkezdtünk játszani, ez kiderült, hogy csak az uralkodóháznak. És most terjeszkedünk. Nem láttad, hogy mekkora az anusom lett? Most terjeszkedünk. Én folyamatosan terjeszkedek, de nézd meg ezt. Polábia, vagy mi volt a magyar megfelelője? Nagyjából itt kezdett, ilyen kis vonalként. Tehát nem volt nagyobb, mint én, így a porosz kezdésnél. És most meg így néz ki. Egyesíti itt a németeket. Gyere, elérek egy tengerpartot. Átmegyek a svédekhez beszélgetni. Miért ilyen nagyok azok a svédek amúgy? Haló? Hát na, előfordul, hát látod. Nem véletlenül jönnek a vikingek területekért, tudod. Tudod, itt nem megyünk ki odáig a partokig, hát ha nem jönnek át. Jó lesz nekem így Európa közepe felé terjeszkedni. Akkor cselek amúgy az a 600 emberrel nagyobb szimpatikusnak tűnnek. A probléma azzal van, hogy nincs elég presztízsem, hogy meg tudjam támadni őket. Hát menj át, fosztogass először, és utána támad meg. Várjál, nem úgy, hogy a maga a presztízs pontom nem elég, hanem a level fémem nem elég hozzá. Ja, mert dacsiságot akarsz. Hát minimum. Lehet mást is. Tessék. Én is most egy dácsiságot foglaltam, de eddig mindig izét foglalgattam. Countit? Aha, ilyen alapot. Én is egyesével foglalgattam, de hát... Nem szabad. Jaj, nézzük. Milyen a feleséged? Ha, melankólikus.
Hoppá, és a tökélet, az egy igaz hitbe hisz. Hát igen. Igen. Nem véletlenül ő általa vagyunk szövetségben amúgy? Szerintem valami hasonló lehet. Húsz piaszt, piaszt. Á, nem, az nem az enyém. Nem az, tudom, hogy... származik. Nem, nekem szerintem a diplomáciám miatt tudtunk szövetkezni. Jaj, a tényleg, te diplomatikus vagy eléggé. Na most már 3200 emberem van nekem is. Nekem is van 3600. Várja, ez sem olyan egyszerű. Crusader Kings. Most jól ejtettem ki. Crusader Kings. Ja, Crusader szoktunk mondani, nem pedig Crusader. Crusader. Ével, nem elvel. Nem Crusader, hanem Crusader. Olyan hasonló Romániához. Ezt olvassam most. Én, vagy mi? Halló! Tényleg, ha belegondoltak, igen. Tehát, hogy ilyen kicsiből kezdte, aztán most meg ilyen nagy. Halló! Above domain limit, miért? Hogy ment le a stewardship-em? Hogy lettél 10-ből 9? Istenem. Legyél már valahogy egy kicsit jobb stewardből. Én ha még úgy is meg lehet oldani az örökösödési problémát, hogy bebörtönzöd a fiat, bedobod dungeon és megkínzod, abba általában belehalnak. Igen, végül is ez is egy humánus módszer. Az a baj, hogy akkor odaadja általában a Family Kingslayer és az összes többi kényelmesen rossz statisztikát. Igen. Ne. Dolgok. Ha lehetne olyat csinálni a játékban, hogy felelősségtudat nélkül behajítom egy medveketrecbe, én megtenném. Tehát én nem azért szívok egyes karakterekkel 30-40 perceket, hogy utána a három túrós... Akkor nem leszel Kingslayer, hogyha nem te végzed ki közvetlen. Tehát ha megkínzod és belehal a sebeibe, akkor nem. Ezt megnézzük. Véletlen abba hal meg, hogy megkínzom. Kinda. Ja, végül is. Ti mik vagytok te ott? Mondjuk, amíg nem az én területemet fosztogatjátok, addig rendben vagyunk. Na jó. Mit szabadítsunk fel következőnek? Hát ott kempelt 2000 évet, és már nagy vagy, ezt csinálta egy gyermetűs ország is. Ennyi, Ati. Nézd Sziléziát! Nem látom. Integes. Mi ez az egyesítési mánia nálad? Miért megy mindenki be alád? Nem tudom, azt mondták, hogy nagyon jó. Kipróbálhatnád egyszer. Mennyi embered van már? 4000. Jézusom, a fiamnak fia lett. Akkor lehet mégse kéne megölni a fiallábot. Tudum, 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 tudum. Ki fogom tagadni az első szülött fiamat? Én nem kempelek. Az igaz, hogy volt itt ilyen East Francia, meg ilyenek, de az minket sose érdekelt. Volt egy kis dacsiságom, és abban így lettünk. Kitagadtam látod, az hogy első nem is háborúzom, fiamat. Csak így jönnek hozzám az emberek. Olyan vagyok, mint egy, nem is tudom, egy hétvégi pap. Jönnek hozzám a hírek. Mi az ott? King valami? King mi? Aha. Nem jó víz mellett van a főváros, bakker, mert rálépnek, az 10 nap alatt már fosztják. Hát milyen dolog ez? Bajoros. Rakd le középre. Valami jó nevet adja. Ki vagy te egyáltalán? Jaj, te, mindegy mi a neved. Nem te öröklöd az egészet. Prisbizlav. Nagyon jó. Ha folytatódik, akkor Polábia nagyhatalom lesz. Mi sem mond, én mesemondó vagyok, történeteket írok és csinálok. Miért kell ide ez a nyomorú? Offer concubine. Hát, Polábia muszáj nagyhatalomnak lennie, valakinek meg is kell nyerni a játékot.
Én elfogadtam úgy, hogy cölibátus vagyok, cölibátus fogadtam, de azért elfogadtam, hogy legyen izé ágyasom. Jó, ez működik. Ezek szerint, figyelj, már van kettő is szerintem. Sőt, nem, most konkrétan limit alatt vagyok. Ne. Három kéne, kettő is van, három kéne. Hondó, terhes a feleségem. Mit csinálsz te 50 éves nyomorult? Jaj. Ó, ne. Születik, még egy utód rosszul leszek. Nem bírok arra terjeszkedni, mert akarok, mert itt hármas szövetségi rendszert csináltak ellenem. Amíg van kezed, addig nincs gond a cölibátussal. Ez kinek a terület ez? Ez van kezed? Mit akarsz te? Ó, bakker, kiosztotta egy területet. Tök véletlen volt. Ajd, azt nem melyiket, szeretném. Melyiket osztottam amúgy ki? Ez milyen hülyén néz ki ez a terület, hogy ez a kettő egybe van. Nem lehet így a folyó mentén haladni. Ezt osztottam ki, mi? Ó, te nyavarult. Tudcsit is meg lehetne. Két területed van, adj csak vissza. Megint domain limit felett vagyok. Ó, én most sikeresen odaadtam véletlen egy vazalusnak egy területet, szóval én most kijöttem a domain limites problémákba. Következő két uralkodómban semmi más nem fogok csinálni, csak a saját emberemet fogom gyilkolni a saját országomban. Valószínűleg. Tökéletes lesz. Kínai anyag, Erik, mi? Mi? Hát nekem csak az a kérdésem, mi? Elkezdtem a háborút, és 50% már megnyertem. Az hogy működik? Nem tudom, mit csinálsz. Mit csinálsz? Ki ellen mész? Nem tudom, valakit itt most verek. Te szerintem szövetkeztél valakivel. Elképzelhető. Én szövetkeztél azzal, akit éppen verek szét. Ne foglalkozz vele, csak normális házasságot lőttem a lányomnak. Ha behív, akkor nem megyek oda. Megegyezhetünk. Ennyi, teljesen jól működik ez. Amúgy meg szövetségesek vagyunk, szóval be se fog tudni hívni. Húhá, jó Istennek lányom lett. Az Isten meg... Oh, és mégis behívott. Nem baj, Atti? Megoldod. Van Isten, tudod. Hú, hallod, kötöm rá az erényövet a csávóra. Van Isten, és úgy hívják igazságos. Vágom, hogy mire gondoltál, hogy a örök gondolom legalábbis... Mire? Még mi van? Lány, lány, fiú. Vadász lett az uralkodom. Stewardship-et kapjál már, egyen meg a fene téged. Csak egyetlen stewardship-et, barátom. Jó. Már csak egyetlen egy csákot kéne megoldani, hogy nőrököljön. Én már megoldottam ezt legalább. Két gyermekem született, cölibátus rögtön utána, kitagadtuk az idősebbiket. Logika. Ó, ne, meghalt egy barátom. Húha. Egy kicsit sok területünk lett így. Jöttek, jó, nem érdekel. Ezt odaadjuk valakinek. Your son and champion, jó tiéd lehet, tessék. Várjál, mert itt változtatni kell a kánszilon, mert egyre több az erős vazallus. Növekszünk mi is. Szépen csak ezt a hármas szövetséget nem fogom tudni tevelni. Able to use forced reservation. Itt használható a játék cselekvés tiltása? Ha kiváltom, akkor egy háború kellős közepén beírhatom, hogy 5 percig nem harcolhatsz. Van egy ilyen? Nincs, nem tudom, legalábbis nem. Adjál. Itt létezik ilyesmi? Nem tudom, sose használtuk. What's too many counties? No. Erik, van olyan a Twitch-em, tehát ugye kiváltják ilyen csatorna pontért,
hogy kitiltanak valamit, amit nem csinálhatok a játékban. És igen, működik, használhatod. Az 5 percig nem nyomhat semmit. Á. Ó, már ilyet csak nekem is használtam. Na. A tiéd nem érvényesül. A tiédet visszautasítom. Te benne vagy az adásban. Az csalásnak számít. Megtámadlak. Aztán kiküldelek cigizni. És... Megtámad, nem irányíthatod a csapataidat 5 percig. Szerintem dolgozzunk össze, hozzuk össze egy nagy birodalmat. Hát halad az. Amúgy most esküszöm, csak farmolok. Megvárom, még Atti sok területe lesz, azt bevalasztom. Így nem kell sok amúgy... kicsivel szélni, hogy elég egy nagyjal. Ne, nem kell nagyon sokat izélned vele. Majd még meglátom, leszek-e olyan gonosz. You gain artifacts. Adjad. Próbáld meg megtartani addig, ameddig nem támadják meg. Én jaj, kéne ilyen antikkeres dolog. Na, valaki meghívott. Jó. Nem sokáig fogunk élni, mert 50 évesek vagyunk. 52 pontosan. Én még egész jól tartani magát a karakter. El tudok válni a feleségemtől? Hallod? Igaz, kívül nő. Ne váljál tőle. Nincs is olyan, hogy elvállás. Nem is? Nem, de van olyan, hogy divorce, nem? Nincs. Ja, de legfelül, leges-legfelül. Nincs. Mi történik azt akkor? Rossz lesz a kapcsolatunk. Hát, az szomorú. Ne. Valaki olyat szeretnék, aki nagyon jó stewardship-ben. Minden pasi ugyanolyan. Jézusom! Minden pasi ugyanolyan. Minden pasinak ugyanaz kell. Stewardship. Ez az, végre irányítok 4 területet, mert a feleségem elég jó belőle. Na, jössz vikingeket írtani, Ati? Mi történt? Megtámadtak? A. Na figyelj, megbeszélhetjük. Szabad vagyok. Akkor a cselekvések tiltása az Erikre is hason, mert ő is szórakozzon néha egy kicsit. Ne. Én támogatom. Szerintem jól hangzik. Várjátok, egy olyat csinálunk. Nem tudok. Tudod, ezek nem aprózták el, már itt vannak 8000-en. Haló. Csodnak már 8000-en? Na. Várjál, meg közben a vazallusok is rendetlenkednek, gyere csak. Meg te is. Meg te is. Most már látom. Ügyde sokan vannak. Megoldjuk. Igazából a te hadsereged idejére, akkor már megverjük őket. Hol akarunk gyűlni? Ne, most nem kellene. És nem gyűlni. Kell szavazni. Demokráciát nem fogadunk el. Jön a belviszája, azt mondod? Polávia szét fog esni? Ez még mindig Atti stream, mi Atti civassuk stream, nem Eriket. Ja, látom, nem is a játék van. Cseten. Igen. És kampányolok, hogy ne öljenek meg. Erik, nem tudom, hogy mennyi örökösöd van, aki örököl jelenleg? Há, 2. Mert egyet neki ízeltem, de ebrudaltam. Mit szeretnél? Semmit. Mit szeretnél? Miért? Nem szoktál te csak úgy rákérdezni. Nem nézegettem azt a assassinos gombot, a murder gombot. Uh-huh. Nem gondolkodtam ilyesmin. Jóval. Úgyhogy ezek mit akarnak tőled? Alig van területed parttal. Ja, mondjuk egész szép területet szerintem. Ki akarnak harapni így is. Szerintem is addig van területed. Én sem tudom, mit akarnak. Mármint így parton, érted? Nem a partot akarják. Látom. Ők partra szállnak csak. Nekik csak jó belső szállnak. Terület. Nekik mindegy. 2500 pitin van, hallod? Lassan reformálni tudom a vallásomat. 4100, majdnem. Kicsit él az uralkodó, és egyből beolvasztom még Bohémiát.
Még akkor megnézzük, hogy hogy fog esni bárkinek bármi. Jézusom. Akarod megvárni, hogy onnan ellépjen? Valami olyan helyen harcoljunk, ahol nekünk van előnyünk? Tökéletes. Az jó mondjuk, az teljesen jó. Az teljesen jó, ha odaérünk előbb, odaértünk előbb. Tetszik a szövetségesed, ahogy így megáll mögötted. Meg így visszafordul. Kicsit vár. Megvárja, hogy mi lesz a csata kimenetől. Baj, szépen lassan én is odaérek. Ja, odaérek. Na, bejönnek a szövetségesek is. Ó, felnőtt a fiam. De jó. Illetve harcos, elég szar. Hát ezt a csatát megnyertük. Na. Csit-csit. Csúnya viking, csúnya viking. Teszed? Ját varor. Teszed le azt a területet? Viking verőben. Azaz. Ez lesz a következő vértem neve. Viking verő. Azaz. Na. Hát az örökösödik mondhatni már fél lábbal a sírban van. A ti. Beköpnek, hallod? Ja nem, nem, a fél, ez a fél lábas örökösöd vicc volt, nem pedig az, hogy kinyírtam. Fognak köpni, figyelj oda. Nem, nem, nem kezdtem, mert figyelj, 5% esélyem van kivégezni az uralkodódat, nem pazarlok időt ilyesmikre. Honnan tudod, hogy hány századék? Na várjad. Én viszont aggódnék a feleséged meg miatt, mert nagyon utál téged, ezért be tudom hívni. Kind of feleség. Tök jóba vagyunk, mit akarsz? 100%-os az opening-je hozzám. Csak viccelek. Jaj. Na, akkor most meglépjük a lehetetlent, a váratlant. Ó, megszűnt a béke veletek. Kikkel van szövetségetek? Velük, meg Polábiával. Hát akkor figyeljetek, srácok. Ja nem, nincs. Gyere. És békén van veletek, gyere. Vagy nincs? Hol jelzi a békét? Nem hívlak be, mert túl sok presztízsbe kerülsz. Hát igen. Mert nem tudom őket megtámadni, nem lát. Hol van a béke jelzős dolog? Itt nálam jelzi hozzájuk a békét még 3 évre. Oh, baj. Na. Jó estét, jó estét. Hello. Megoldottuk most... végül amúgy a Crusader Kings-ezést. Ha most fordul fel az uralkodom, nagyon marcos leszek. Ez esélytelen. Tudod, mennyiszer próbáltam már meg? Akarom mondani. Azért kaptam macskát is, na várjál. Összefüggnek a dolgok, vagy nem? Várjál, így tudod, hogy balra fordulok. Nem szőnyeget küldtünk neki? Ez micsoda? Jaj, itt van egy új event. Mi történik itt? Na. Ne, tök jóban vannak. 100%-os opinionja van velem kapcsolatban. Lehet azért, mert pénzelem, mert, vagy mert ekkora nagy birodalomnak az ura vagyok, de nem számít. Te hallod? Én a lányom... ez nagyon rossz, ha ez összejön. Ez nagyon rossz, ha ez összejön. Ez nagyon vicces lenne. Hallod? A lányom felállt, hogy... Az, aki ki van jelölve jelenleg uralkodó jelöltnek, ő nem alkalmas arra, hogy uralkodó legyen, és összeverekednek. És van 50% esélye a lányomnak, hogy ő lesz az uralkodó, a fiamat meg kitiltja. Annyi a probléma ezzel, hogy a lányomnak van egy lánya egyelőre, illetve egy nem materiális házassága, szóval az úgy nem adja annyira. Szerintem azt szét tudnád bontani, amúgy. Mert nem hiszem, hogy annyira akarsz női uralkodó. Igazából nem akarok lány uralkodót, meg nem is néz ki nagyon jól statisztikailag ez a női uralkodó, szóval azt mondom neki, hogy sit the fuck down, you fool. Ja, hát... elindítottam közben, te állítottad meg? Nem, te szerintem. Ja, én voltam. Jó. Hát az a baj, hogy ez a becsatlakozunk Ati alá vazalusként, egy nem nagyon van olyan, van egy-két terület balra mellette, de nem az ő... Vallás a probléma. Látod? A vallás is, a kultúra is probléma, meg Atti amúgy elég gyökér karakterrel van diplomáciával. Nem is. Se segít neki. Hát nem is. Diplomáciát. Hát na, az kicsit szegényes, de hát... Az igazi probléma az, hogy ugye a poroszokkal én elkezdtem játszani, és elkezdtem területeket foglalgatni a nem
hozzám tartozó vallásúakkal. Így az összes olyan személy, aki hozzám tartozik vallásban, azok fogtak és egy szövetséget kötöttek, hogy ne foglaljam el őket. Ez a terület itt eredetileg az enyém volt régebben. Szóval így ez itt a probléma. Na ez nem a Victory 3, a nőknek van joguk. Van egyébként, még ki is tudod jelölni, hogy örökösödjenek a nők inkább. Meddig tart a live? 9-ig. Itt is pont ugyanúgy kezelem a női jogokat, mint bárhol máshol. Azaz, hogyha véletlenül kell területet eltartani, amit ugye a stewardship pontok miatt kell, és amiatt, hogy eltartsam a saját területeimet, azaz meg tudjam tartani, és ne kapjak mínuszt, simán lecserélem a faszba. Nem azt nem szorosz, hogy mennyire hány gyereket szült meg minden. Az jön, kész, megy. Segbe rúgom, és megjön a másik, a 20 pontos. Perpil, itt tartunk. Mi az a 2300 ember? Haló? Én csak átjöttem békét osztani. Nem akarják a békémet adni. Igazából nekem van elég presztízsem továbbfejleszteni a katonáinkat, hogy több katonánk legyen. Te el tudod hinni? Ez drága volt. Ez lehet nem volt jó ötlet. Osztom, 16 hónapig fogom ostromolni, az laza? Fent marad a live? Igen. Sőt, felkerül YouTube-ra is, hogyha esetleg lemaradnátok. 2 hétig lehet itt. Ne pusztíts el viszont Erik címert, mert fogja és létrehozza így is úgy is az AI, ha nem is létezik. Én azt tudom. Még a királyságot is létrehozza, csak mondom. Igen. Ó, várjál, meghaltál? Én nem haltam meg. Azt hittem, hogy azért mondod. Ja, nem, csak mondom, mert most címert akarsz pusztítani, azt nem értettem, miért akarod. Nem, rengeteg prestige-et költöttem, viszont 500-zal több emberem lesz. Ami nem rossz. 66-os marsra, 3 karakterből nem tudok összerakni szerintem. 12 hónapig még kloffolom a pajzsomat, elfoglaljam. Ó, Isten. Jó esték, sziasztok. Szia, Rafael Cul. Az név. Még mindig nincs több stream időpontod? Nem. Az a helyzet, hogy a streamelés az olyan, hogy ha valami közbe jön, mit tudom én, Eliza szeretne valamit csinálni, vagy hasonló, akkor nem lehet úgy összeilleszteni, amiatt nincsenek úgy nagyon stream időpontok. Például akartam most csütörtökön meg pénteken is streamelni, de Elizának nem volt úgy kényelmes. Így aztán nem lett. Pedig akartam játszani a Csucsu Charles-szal. Csucsu Charles. A vonatos pókvonattal. Azt Erik imádna. Eriket kéne játszatni, és csak nézni, ahogy játszik, és ahogy szenved. Tök jó lenne. Tényleg. Én nagyon imádnám. A nézők is. Nem. Hidd el, hogy nem szeretnék. Majd egyszer, hogyha véletlen a hazaesem. Vagy én esek át. Hát igen, mert az enyém elég nehéz összehozni a stream alapokat szerintem. Fix nap kellene, mint vasárnap. Igen, kéne még egy fix nap. Az a baj, ha úgy érzem, hogy a hétköznapok azok nem jók rá, mert kevesebben vannak, akik tudják nézni, mert olyankor izé van, ugye készül mindenki munkára, meg tanul, meg hasonlók. Most még a cseten kommunizmus van fent, szóval még örülhetsz, Erik. Még nem szavazhatunk. Nem, várjatok. Nem. Várj, Erik. Bízz bennem, jó? Én csinálok egy szavazást. Utoljára akkor volt ez a bíz bennem dolog, mikor nem bízok benned. Ne, figyelj. Erikre is érvényes legyen-e a csatorna pontos kivehető vackok? Vackó. Oké, majdnem. Odahívjuk Erikhez a vonatot, tök jó lenne. Tényleg. Erikre is érvényes legyen a csatorna pontok. És akkor ilyen itt a választható lehetőségek. Oh my god. Atti, nézd egy kicsit a térképet, mert megéri. Időtartalma, srácok, 5 percen keresztül szavazhattok.
tessék, elkezdtük a szavazást. Na. Nézd egy kicsit tessék, a kérképet. Tessék, megszavazhatjátok, mi történt? Mi ez az egyesülés? Azért, mert ennyire jó a diplomácia pontod? Nem, ez azért, mert el van foglalva. Ja, elfoglaltad? Elállt. Srácok, ez az igazi kommunista szavazás. Látjátok? Nem, nem. Na. Látod, én mondtam, szavazhatunk. Ez a kommunista szavazás. Hogyha kommunizmus van, akkor ilyen a szavazás. Semmiképp sem. Szegények. Prágát ki kéne osztani valakinek. Az szép. Minél akkora vagy, mint East Francia. Köszönjük Prágát ennek a gyönyörűség. Igazából haderőben már bőven előttük vagy. A franciákat foglalgatod. Nem Frankiát, nem a franciákat. Csak igeneket kellett volna betenni. Vagy az, hogy csak talán, de az is nem lesz. Hagyjuk Attilát eldönteni. Az kellett volna még. Tetszik, bekövetett minket egy új néző. Az a neve, hogy Putyin. Régi címborám. Nem Putyin, Putyin. Hát azért mondom, hogy régi címborám, és nem jöhet ide áll teljes névben. Jó, én még várok itt. Mondjuk. De nem akarok a folyón keresztül. Itt van ez a Vistula River. Ez a Vistula folyó, ami mentén így mentem lefele. De arra gondoltam, hogy azt úgy meghagyom, hogy odáig foglalja el, az kész. Érzem a késeket a hátamban, hogy... Késeket a hátadban. Aha. Ú, bohémia. Gyere ide, papához. Én valaki meg akar ölni? Call nem. To arms. Hát csak a cseted. Semmi más. Ja, azt hittem, hogy gyilkosságok. Mi történik? Allies. Na. Köszönöm. Jézusom, te miért vagy az én szövetségesem? Kb. Mi van? 2600 főd van? Wow! Tudod mit? Akkor elfogadjuk. Messze vagy, nem megyünk oda, de elfogadtuk. Na, mondjuk ezt is elfoglalhatnám. 2800 fő. Vagytok egy páron, akkor lehet mégse akarjuk elfoglalni. A sok büdös katadikus. Egy acceptet nyomjál már rá, Atikám. Melyikre? Milyen acceptre? Miről van szó? Én se vágom, nem figyeltem. Én se. Próbálom összehozni a dolgokat. XD. Ebből nem fogunk rájönni. Mindjárt kérdezik. Hogy állnak meg? Nem halt meg, 64 éves. Oh my god. Legyen. Új szavazat. Nem. Nem. Új szavazás kell. Én ezt támogatom. Hogy lett ennyi szövetségesem? Mikor alakult ki ennyi szövetséges? Uda librari. Menjünk. Nincs lesz semmi. Nem döntött a nép. Nem. Mekkora Novgorod van ott. Na, jó, meglesztek ti. Gotland? Azt hiszem a Gotland az még szabad. Ugyan nem kell szavazás, már döntött a nép. Még szabad, de most, hogy mondod, szimpatikus terület. Szavazatok. Hát figyeljetek, srácok, szerintem megszavaztátok 100%-os részvétel nem biztos, de 100% szavazatokat kapott az, hogy nem. Erikre ne legyen érvényes a csatornapontok, szóval. Mindjárt lejár a szavazás. Talán még egy mi? Ha igazi kommunizmust akarunk, el kell nyomjuk a másikat, szóval jó helyen keresgéltél, Atikám.
Figyeljetek, az illúziót meg kell hagyni, hogy ti szavazhattatok. Igen. Na. Miért csatlakoztak be ezek hozzá, milyen elhivatottan? Sose volt rájön. Na, de van már 5700 emberem. Gyere, foglalj velem határterületet. Én nem akarok ezen a folyón keresztül menni. Azt mondjuk, ezt el kéne foglalni. Hopp. Ott vannak a dánok. Olánia. Szétestek a svédek valamilyen szinten. Mit kéne? Olániát kéne foglalni? Záború sose lesz vége. Subjugation war. Hoppá. Nyomjátok le magatok. Nyomjátok már egymást. Pont annyi kéne nekik egyébként, hogy megnyerjék, hogy én oda megyek még. Ha ott lennék, akkor elég katonájuk lenne, hogy nyerjenek. Ez mi? Aha. Messze van az a terület. Nem felelne, minuszba kerülünk akkor. Nem akarom. Relic War. Ez az, szavaztam. De már csak azt kell eldöntem, hogy melyik lett a jobb. Nem az a lényeg, hogy mire szavazhattál, itt a jogod megvolt hozzá. Én nem értem. Semmi nem elég senkinek, soha. Az. Ne. Tudod, kit fosztogassál, barátom? Csak mutatnám, hogy a büszke poros sereg éppen feláll. Van egy paraszt csapatunk, meg van egy kevésbé paraszt csapatunk. A paraszt csapat érkezik először, ők megmutatják, hogyan kell veszíteni. Aztán odaérkezik a tényleges katonai csapatunk, azok meg megmutatják, hogy te fogsz veszíteni. A ti jelenlegi területed map szerint melyik ország? Hát Poroszország. Prassa. The Dungeon. Na, álljál meg. Ne menj tovább, álljál meg. Hoppá, véget ért a békén velük. Véget ért a békén velük, tényleg? Az tök jó. Hoppá, hoppá. Cattle herd. Large cattle herd. Ez az, large cattle herd. Jatok, ti nem vagytok szövetségben velük? Nem velük vagytok szövetségben. Van nekem egy... Igen, jelen. Szűhajtjuk. Lányi a felszabadult? Óhó, és tényleg. Miért ki... Kit támadtál már meg megint? Azt, akivel szövetségben vagy. De mi pont azt? Annyi mindent lehetett volna. Ő az, akit foglalgatok. Sajnos csak egyesével tudom elvenni a területeket, amik kellenek, mert külön dacsi cím alatt van. Külön dacsi cím alatt. Nem tudom, hogy dacsi vagy dacsi. Gácsi. Azt mondom. Gácsi? Gácsi cím alatt. Gyerekkel is végbeszéltem. Azt a mindenit. Hány ezer éve. Na mentél megint a háborúba? Én csak foglalgatok, vagy te szabadítok föl. Szabadítok. Terveim alapján mindjárt kiérünk oda a tengerre, azt megnézzük Dániát, hogy hogy birkózzuk meg valam. Ha a királyságot nézzük, akkor Lituánia meg a lengyeleknek vagyok részben így a kettő között. Ha birodalmat nézünk, akkor a Baltik birodalom meg a Vesztszlávia között. Az a vicces, hogy Erikkel pont úgy foglalunk mindketten, hogyha birodalmakat nézünk, akkor mindkettő ilyen köztes. Megoldjuk. Oh no, my Buddha szobor. Reparálódj meg. Tudom, honnan van Buddha szobrom, de van. Nem baj, a lényeg, hogy van. Igen. Jöttek a német szerzetesek. És hozták a jó kis szobrot. Azt mondjuk nagyon adom egyébként, hogy más területén tudunk harcolni. Tehát, hogy odaküldöm a seregemet, hogy éppen elkap, nem merem menekül a fenébe. Az úgy szép. Nem baj, akkor majd a másik területen. Na. Bum. Szóval más földén harcolunk éppen. Ez is csak egy titkos katonai hadművelet. Igen. Special Military Operation. Ahogy Putyin mondaná. Nem, mi büszke poroszok vagyunk. Mi megmutatjuk, hogy nem véletlenül mi vagyunk a prók. A poroszok. Értitek?
Tehát az oroszok csak helyett az prók területe. Vagyunk. Poroszok. Nem egy messzire. Prussa. Hopp, az 2000 ember. Haló, azért na. Területfoglalás. Hol várjál, te honnan? Jaj, te meg a másik háborúmból jöttél. Ó, hogy... A nyavaja üsse ki a lelkedet. Nyavaja üsse ki a lelkedet. Hát, mert benne vagyok egy másik háborúban, azt rám sétált a gyerek, még felemeltem a csapataimat. Hát rosszul vagyok. Hogy lehet így igaz? Hát sehogy, így sehogy. Igaz, felszabadítási frontot, hogy lehet így végrehajtani? Pro-oroszok. Ezt akartam kihozni a pro-szokból. Pro-szauruszok. Pro-szauruszok, ja. Bismarck büszke lenne rád. Na. Az a kérdés melyikünkre? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy te vagy Poroszország, de... Én már látom, hogy Németországot nem én egyesítem. Szerintem... Nem is lesz Németország. Itt így olábja, kész, bim. Csicsadírdúr. Na jó, valami meg tudott halni. Kinek vagy te fogoly? Wow. Az úgy jó helyen vagy. Tudnám, hogy kiven kivásárolni onnan. Purchase truce. Nem. Hogy sikerült kihoznod? Nem az a kérdés, Attila, miért támadta meg, hanem hogy miért kötöttél szövetséget, Erik? Neki mondtam, kellett a trétek, amiket adott a hölgy, vagy a nem tudom, férj. Szerintem meg sem néztem a trétjeit. Kivételesen nem. Egyszerűen csak megláttam azt, hogy van egy fiatal emberke, aki nem olyan idős. És a lányomat annak adtam oda. A lányomnak lehet egy férje, aki nem 70 éves. Hát ez nagyon nagy előny, amúgy. Csak én csinálom ezt amúgy ebben a játékban, hogy megpróbálom nem 70 évesnek odaadni a 18 éves lányomat, tudjátok? Erik, ebben egyedül vagy, ez ilyen, tudod, ilyen nem elfogadott gondolkodás. Tudom, mert a múltkor te házasítottál, ezt szerintem 15 éves, 16 éves volt a fiad, és 40 éves nővel, mert jók voltak a trétjei. Mert jók voltak a trétjei, ennyi. Ezt olyan megmutatja nekem így, hogy melyik nőről beszélünk, megkerest, azt mondja, hát ő kinéz 18-nak. Hát persze. De várjál, pont az volt a lényeg, hogy a csaj jobban nézett ki, mint a férjemnek az ugyanolyan idős felesége. Tehát annyi idős volt a gyerekének a felesége, mint neki az anyja. Azaz Attinak a felesége. Mint az anyja. Na! De jobban nézett ki, bőven jobban nézett ki. És nekem bajom. Alapfaggod, de na! De na! Hát de Istenem! Tudj címet készítsek? Készítek Halló. Még egyet, akkor lehet még egy területem, nem? Úgy érzem, hogy a fiamra rálázadtak. Azóvia. Nem vagyok benne biztos. De azt hiszem, a csehek vissza akarják követelni a tudcsiságukat. Mit akarsz? Artificial denying. A kisfiú már megtanulta értékelni a milfeket. Nem beszélnem. Tapasztalt nőhöz kerül, de esküszöm nem nézett ki 40-nek. Játékcselekvés, tiltás, háborúzás. Bocsi, nem láttam. Jó kifogás. Sose rossz. Nem láttam. Az baj, ezek nem adnak ilyen hangüzeneteket, meg hasonlókat. Viszont még 3 percig akkor nem háborúzhatok. Nem baj, most már nem is akartam. Most már mindegy. Valakinek tudok Guardian kijelenni, az egyik valamimnek. Mi a tököm? Mindegy, jó lesz neki ez. Visszautasították, hogy a büszke porosz kultúrára átálljon. Nem tudom, ki volt az, de visszautasította. Nem baj, előbb vagy utóbb elkezdjük itt áttéríteni őket az igaz vallásra, meg az igaz kultúrára. Na, mindjárt el lesz foglalva, mantrázzuk. Együtt. Melyiket foglalod? Attól függ.
egybe vagyok benne, de szerintem két terület is rám fog csapódni. Alapangon itt van egy ilyen, van egy county. Én ezt a Kujáviát azt úgy elfoglalnám, úgy egyben. Már mindjárt van nálam is egy két területe, úgyhogy beszélhetünk róla. Látjátok, életet, mióta elkezdtük a játékot, azóta háborúzok, és nincs infémé. Infamia. Az, az, itt a vén. Te vagy a világ legrosszabb embere, mert elfoglaltál egy kamcsatkai kisállamot. Elfoglaltál egy területet. Ezt már is ezért 30%-kal megugrott. Erre Amerikának hirtelen felugrik a szeme, és oda küldi az egész olajmezőtársaságot. Igen, olajat találtak. Olajat találtak a szegény magyarok. CK3 stream közben megy a CK2. Haha. Ja, azzal játszom, mert egy pillanatra most megijedtem, hogy CK2-t állítottam be a stream leírásában. De nem, legalább jó az. Itt opinion csak... van az offensive warért. De viszont hamar lemegy legalább. De az csak az elnök jelen háborúzok. Itt hirtelen nem sértődnek meg, mit tudom én, a franciák, mert én háborúztam. Ja. Jó, mondjuk a kultúrámat nem szeretik. Na, jó játékot a CK2-höz. Azt, hogy nem szeretik a kultúrámat. Mindjárt meg tudod téríteni. És kifosztották a falomat, hogy a jó édes büdös szárla Fernicét. Azaz. Gyere vissza. Az... Jézusom, jössz a csehek vissza. Nem az én kultúrám. Ó, na. Miért lehet csinálni? Utánad megyek, rohadjál meg. A fiam megtartotta? Nem, lecserélték. What the fuck? Ó, vissza is fordult. Gyere csak szépen ide. Kifosztod a területemet, hogy pusztulnál meg. Jézus, 7 Days to Die van streambe beírva, mint game uram. Szerintem nem. Az biztos, hogy nem, mert most néztem meg. Tehát, CK2, hogyha... CK2 az még ennél is egyszerűbb. Ott isteni módon lehet foglalni. Szerintem rá kell frissíteni, és akkor utána megváltozik. Mondjuk hozzáteszem, hogy van benne egy... Szerintem abban egy olyan 500 játékórám. Mikor lesz el, mert itt mondja, hogy seregük. Hát mindjárt oda megyek, azt elverem a seregüket, hogy itt mozognak, azt nem bírom feloszlatni a seregemet. Ez is uram, Isten, lecsuktam és kiengedem pénzért. Ez a legjobb. Ötletem ki vagy, de pusztulj el innen, mert nem tudom lerakni a katonáimat miattad. Vagy az Olyan. Egyik fiam, te meg az egyik unokám. Bocs, nem frissítettem, elvtárs, helyes. Nagyon helyes. Most már frissített. Hook expired. Ti még mindig nem untátok meg a szövetség... Oh, meguntátok a szövetségi rendszert! 1000 embered van! Lejárt már a háborúzási dolgom, biztos. Ez a játékcselekvés dolog, ez nagyon vicces, csak nem tudok figyelni rá általában. Ezt ki is kapcsolom, mert ebből csak az lesz, hogy kiváltjátok tök feleslegesen, nem fogom észrevenni időben. Vazallusok se szeretik, ezt mindjárt megnézem. A vazallusok annyira nem szoktak általában érdekelni. 70+, mondjuk itt van egy 50. Álljunk meg pillanatra, egy éven belül halott leszek. Úgy van egy mínusz 100-as, miért nem szeretsz engem? Ja, mert subjugételtelek. Ups! Játékcselekvés tiltás, azt kivesszük. Na mentem, mert hétfőn matek nulladik van. De jó hangzik. Legalább valami emelt matek legyen, amint ne legyen. Az milyen jó lehet. Tudjátok mit, nekik akkor hadat üzenünk? Kommunizmus még nincs bevezetve, de már csatornázom. Építem. Nem Litvániát. Itt támadjunk. Ki? Hát is szerintem támad meg azt, amit van, azt mondjuk utána én is megtámadom. 89 embere, vagy én megtámadnám. Ó, én már teljesen más személyek ellen háborúzok. Ja, azt látom. Ez ki? És egy év múlva meg fogok halni, szóval. Hallod, te miért háborúzodott az Isten háta meg őt kettővel? Az lényegtelen, az illúzió. Az olyan nincs. Tudod, mint ahogy szokták mondani bölcs emberek, olyan nincs, mert nem tudom. Nem tudom miért támadjátok ott a területen, megyek oda. Gamehalom stream közben ám a FIFA szokott menni, de most abba hagytam, mert olyan rábasztom az asztalomra, hogy a laptop majdnem már ráugrott a monitorra. Ez mikor játszódik? 898. Itt jobb oldalt alul ott van a dátum. FIFA. Én sose tudtam FIFA-zni. Amúgy Perzsiába akarom mondani, Poroszországban be van vezetve a kommunizmus.
Itt még sajnos nem találták fel, de annak egy ilyen gyengített változatát. Azt csinálom. Mondom, hogy de én már elkezdtem csatornázni a tiék felé. Az kell, kell, mert mint szokták mondani, szárazföldön jobb kereskedni, mint vizen. Működik. Jézus, az összes családtagomra van. Amúgy Pixni, rólad tudom egyébként, te már annyi ideje vagy itt, hogy már tudom, hogy szoktál fifázni közben. De van 1066-os kezdés is, igen. Lati nem szereti, mert nem szereti, nem tudom. Ja, én nem szeretem. Jobban szeretem rögtön úgy kezdeni a legelején. Lehető legtöbb fejlesztésre, amit tudsz. Hú, fejlesztetnénk egy ilyet, azt állítsuk meg egy pillanatra. Választhatunk egy ilyen család, ilyen vérben, ilyen dinasztiában öröklődő ilyen tulajdonságokat. Legyen ez. Így lovagokat fogjuk boostolni picikét. Ja. Elég nagy háború megy most itt. Azért még így 60 éves koromra egy Marovia beficcelhet, nem? Zsebre. Succession-en még rendben van. Ja, jó, akkor nem lesz probléma. Sőt, ezt megejtheted. Ja. Én általában 1066-os kezdésben jobban kedvelem. Erik is szerintem egyébként azt jobban szereti. Mind a kettőt játszom, hogyha vikingekkel akarok, akkor egyértelműen a előbbit választom, a 800-asat. De baromi sok 800-as kampányom volt. 1066-ot csak azért szeretem jobban, mert mocskosul utána meccsen én Magyarországot. Ja, meg talán akkor már van Perzsia, meg ilyen baromságok. Terveztek módolva CK3-azni? Ha kijön a Game of Thrones mód, akkor igen. Azt mindenféleképpen. Azt mindenféleképpen. Akkor mindenképp. A magyarok én is jobban szeretek, ott nem szeretek nagyon beköltözni. Nagyon-nagyon sajnálom, mert a CK2-ben van egy olyan kezdés, tehát egy olyan megoldás, hogy szétválasztod a területeket, mindenki egy darab területtel kezd, egy darab county, és abból kell megformálgatni a dolgokat, és ezt rohadtul szerettem. Szétesett Shattered World. Shattered World, ja. És ezt nagyon-nagyon szerettem. Ha nagyon területet kéne választanom, hogy honnan szeretek kezdegetni. Szerintem az első az a spanyolok lennének első körben. Aztán itt a svédek környékén is szeretek játszogatni. Oké, meg indiai félszigeten is szeretek én játszani. Amúgy. Nem túl sok ember szeret Indiába játszani. Én el vagyok. Stewardship-ot elég Game of Thrones módot mi is várjuk. Már mikor kijött a CK3, már akkor elkezdtük nézegetni. Hogy elkezdték-e csinálni. Volt egy játékunk, ami nem modolva volt, még CK2-ben. Egy esemény sorozat által volt, nagyon sok fura esemény van a CK-ban. Tehát van... Van olyan, amikor az egyik tanástagod egy ló lesz, stb. És ez attól függ, hogy mennyire őrült a karaktered. És valahogy Atinak így ugyanezen a térségben játszottunk, és sikerült neki egy medvével összeházasodnia. Nem ez volt az elvetemű dologból az egyik, hanem hogy született gyerek, és az medve lett. És utána Atinak így a családfája, hogy medve lett, így végig. Az így megvan? Már nem emlékszem rá igazából. Ilyen elvetemű dolgok voltak, tök jó volt, mert az összes gyerekét meg lehetett különböztetni az egész játékban. A lóra emlékszem. A lovas dologra. Én a medvékre is emlékszem. Ez is ilyen brutál volt számomra. Uh,
azt hiszem, azt talán be lehetett állítani, amikor kezdte a játékot, hogy különböző népek is legyenek, mint medvék, meg ilyen össze-vissza dolgok. Aztán valahogy így sikerült összehoznod. De Elder Kingset is kipróbáltam, de számomra rungalmas volt, mert sose játszottam el Elder Scrolls játékkal. Ezek szerint akkor van egy ilyen mód is. Erről én nem tudtam verem. Például. Nekem megvan fejbe, csak... Annyira nem jó, szerintem. Nem tudom, kit verek el itt már másodszorra egyébként. Van egy terület, akinek nekiestem megint, de nem tudom, kit verek meg ott. Ó, nem már, 20-30 van. Igen, lassan befejezzük. Igen. Hát, de amúgy is mentek majd ti is pihenni. Nekünk is igazából ilyen. Bár én mondjuk holnap még itthon csevelek. Igen, féltem, hogy lemaradok, de végül nem. Ha most érkeztél, akkor igazából a végére érkeztél, de amúgy igen, nem maradtál le teljesen. Nem maradtál, mert még van egy fél óránk. Hopp, nyertünk. Miért van az... Nem, tök jó, hogy miért van az, csak miért van az, hogy a saját gyermekeimet csukatom le, és kérek értük pénzt. Ez valami nagyon fura emberkereskedelem megy nálam. Na, mennyi gyerekem van? Van két fiam, ez eddig jó, meg egy lányom. Nagyon jó, ez majd a jövőben probléma lesz, úgy érzem. Jó, holnap csak munka van, persze, de hát mondjuk az, attól függ, kinek milyen munkája van, meg mennyire szeret... Jó, osztanom a területeket. Valaha volt olyan mondat, hogy mennyire szeretsz dolgot? Létezik olyan ember, aki szeret? Van biztos, aki el van igazából. Ha választottak, hogy itthon vagyok és gémelek, akkor valószínűleg gémelek. Ha azt nézem, hogy miből élek meg, akkor viszont dolgozok. Te milyen vagy? Martial artist. És téged nem tudlak tanítani, de... Másik filmet is tanítom. Nem csak vasárnap. Hát figyelj! Semmi. Ez a nem csak vasárnapos dolog alapból, mint... Nem! Tehát nagyon sokszor játszunk Attival együtt, de nagyon kevés alkalommal vesszük föl, vagy csinálunk belőle a streamet. Általában nem szoktam erre a mikor nem velem beszélget, vagy nem vagyok itthon, dolgozok, stb., ő akkor szokott videókat vágni, és videókat fölvenni. És mikor én vagyok, akkor már nem streamelni akar, meg nem videózni, hanem velem így kikapcsolja magát. Tehát valami fasságot csinálunk. Pihenni. Fárasztó ám egyébként órákon keresztül beszélni. Így annyira nem, hogy ketten vagyunk. Annak. Igen, mert így átveszed a részét, tehát így mondhatni, így a felét beszélem annak, amit amúgy kéne. Meg amúgy is könnyebb, mert ugye itt vannak a nézők, ugye itt beszélgetünk a csettel végig, és így jön a téma, így beszélgetünk. De amikor magadnak kell kitalálni mindent, akkor az egy picit más. Hát igen, csak én nem vagyok olyan... Nem érzem magamban a lehetőséget, én akkor azt témárodjak, stb. Itt tök jó el vagyok, Attila, beszélgetek, majd irányítgatom most már csetjét, elveszek. Nekem ennyi adég, amúgy sem vagyok. Három vagy négy játékkal játszom, és ebből az egyik a LOL, tehát az egy ilyen élet megbánás szint. Ja. Ha főállású streamer lennék, az lenne a munkát, hogy játszol. Nem, még az se teljesen igaz egyébként, mert nem az a munkát, hogy játsz, hanem az a munkát, hogy szórakoztass. Tehát ugye persze valamilyen szinten igen, de ahhoz el is kell érni arra a szintre, hogy csak leülsz, játszol és mindenki így elnézeget. De ott se csinálhatod meg azt, hogy csöndben ülsz órákon keresztül, néha megszólalsz és játszol. Egyébként eszméletlen, hogy néhány héttel ezelőtt 14 ember volt kb. A Victoria 3 live-on, most meg az elejétől végig minimum 40, de inkább 60 átlagosan. Kellenek a szponzorok is. Ja. Te meg fotozol. Nekem rá akartak venni. Két évig nyúzták a nyakamat, hogy menjek velük játszani. Még osztálytársaim régebbre. Mesélték, hogy mi van, hogy van. Maga a vota sose, a Warships, azzal játszottam egy keveset, nem sokat, az jobban tetszett. A vot maga nem, mert ott... Lehet azért, mert a haverokkal próbáltam ki egy-két körig, de ott így a játéknak a hangulata, meg a különböző ordibálások megszüntették azt, hogy én ezt így nagyon élvezzem, de messziről jónak néz ki.
nem borzalmasan sok, tehát olyan mi szoktunk játszogatni Atival, az nagyjából a LOL, mint MOBA, olyan 96 darab stratégiai játék, és hogyha régebben, mikor még találtunk, akkor nagyon-nagyon sokat MMORPG-ztünk. Ja, most csak azért nem játszunk MMORPG-vel, mert a legtöbb ilyen... Csak bobozni szó. Tudnánk, bobozni tudnánk amúgy. Bobozni, de az meg már olyan régi, tehát, hogy... Nekem nem az a bajom, hogy régi, nekem ez az elkezdeni. Most kezdjem el? Igen. Na, szponzor dolgot. Én tudnék egy jó szponzort, egy kicsit jobb oldalt helyezkedik el, így Sréhen fölfele, és Putyin bácsinak hívja. Szerintem én vele meg tudnám oldani a dolgokat. Szponzor, mi van? Atti, ne kérdezz, csak bólogass, ez menni fog, hidd el, intézem. Ilyen 80%-et teszi az ki a szponzori dolgok. Mire gondolsz így a szponzori dolgok alatt? Mert amúgy az a helyzet egyébként nagyon megkeresnek szponzorációkkal. Majd jön egy vlog videó, ahol beszélek erről jobban, de például a Raid Shadow Legends az megkeresett szponzorációval, csak éppenséggel. Heti 3 alkalommal 3 órán keresztül kéne streamelnem a Raid Shadow Legends-t. Amúgy most, hogy itt vagytok legalább, mint chat, attól Legends. Függetlenül meg tudlak titeket kérdezni arról, mert Attival nem is volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy tök jó lenne csinálni ilyen podcast-szerűséget, egy ilyen pár óra, mondjuk egy másfél-két óra, egy héten egyszer, mondjuk pénteken, vagy valamelyik nap, amikor épp ráérünk, és akkor utána, egy idő után fixálnánk ezt a pontot. És akkor nem csinálnánk túl sok mindent, hanem csak beszélgetnénk témákról veletek együtt. De ezt elvetettük, ne fogadd el. Elvetettük azért első körben, mert nekem per pillanat még nincs kamerám, mondjuk az egy elég könnyen abszolválható probléma. A másik pedig az, hogy Ati szerint ketten unalmasak lennénk. Többen jobb lenne, igen. Az podcast. És akkor le tudnánk külön beszélgetni. De... Tehát, hogy ez nem most fog eldőlni, tehát nem azért kérdeztem meg stb. Csak ha van rá igényetek, akkor majd jelezzétek valahogy, nem tudom. Meg Éva, esetleg... Éva is igazából részt vehet. Éva is itt ilyen, Éva is tudna beszélni. Tehát, ha úgy van, akkor jelezzétek, és akkor meg tudnánk csinálni ezt. Csak én nem akarok úgy beleszólni, meg én nem látom át az egészet. Ati tudja eldönteni, hogyha ő azt mondja, hogy jó, akkor én szívesen jövök. Amúgy meg úgy is ott vagyok. Csomó stream ilyen, csak általában valami mást is csinálok közben, csak néha figyelek. Most pont úgy volt, hogy nem volt semmi más dolgom. A trónörökös beleegyezik-e? Megtalálni őket, szerződéseket köszni, azzal dolgozni, ellenőrizni. Igen, egyébként a nagyobb szervezetek, meg a nagyobb ilyen streamerek, meg videósok, meg ilyenek, ők, nekik van egy emberük, aki konkrétan ezzel foglalkozik. De egyébként az a helyzet, ha csak nem olyannal jönnek hozzám, amelyiket tudnak rólam, hogy ténylegesen szeretem, például oda jönne mondjuk a Seven Days to Die-nak a készítője, és azt mondaná, hogy figyelj, itt van, mit tudom én, 4 Seven Days to Die kulcs, oszd ki egy stream alatt, és akkor mit tudom én, szponzoráltunk téged, vagy valami hasonló. Vagy olyan, hogy mondjuk a Paradox Games oda jön, és akkor mondja, hogy láttuk, hogy a Crusader Kings-el egy mennyit játszol, tessék, itt van az új DLC, és akkor szponzoráltuk a csatornádat. Ilyeneket elfogadnék, de olyanokat, mint például azt mondanák, hogy a Victoria 3-at kéne nekem így terjesztenem emberek között, azt így visszautasítanám. Tehát, hogy ahhoz fizetniük kell elég sok pénzt. És akkor megmondanám, hogy figyeljetek, ennyi pénzt kaptam, jó a Victoria 3, vegyetek belőle. És akkor nagyjából tudjátok, hogy eladtam a lelkemet. Mondtad, nem tudom feltétlenül, miről tudnánk amúgy, hogyha esetleg összejönne ez a cucc beszélgetni, de biztos meg tudnánk oldani veletek együtt. Tehát majd még alakulnak a dolgok. Atommal szponzorál Putyinati. Hogy atommal, igen. De egyébként az is működőképes, hogy a nézői támogatásból. Eddig jóformán az összes pénz, ami így a YouTube meg a Twitchből jött be, azok nagy részt
Hát nem is nagy részt, igazából az összes szerintem nézői támogatás volt. Volt röviden egy ilyen streamelői Seven Days to Die. Várjátok egy pillanatot. Oké, majd ezzel foglalkozom később. Volt röviden egy ilyen szponzorációs ilyen izével, ilyen szerverrel kapcsolatban, de az nem sok pénzt hozott be. A nézők az bőven több pénzt adnak így ajándékból, meg így a megtekintéseikkel, meg hasonlók. Hogyha tehetném, akkor nem is fogok elfogadni szponzorációs dolgokat. Csak mondom akkor, hogyha tényleg úgy jónak tartom a terméket. Jajjaj, el kell fogadnom ezt. Nem kapott meg. Hú, még jó, hogy nem nyomtam rá. Azért mondom, hogy lehet beszélgetni, de hát figyelj, tényleg baromi sok mindenben benne vagyunk. Játékok tekintetében mindig követjük az újabb cuccokat, mit lehet megvenni, mit nem, főleg mondom a... Hogyha ilyeneket néztek, akkor valószínűleg ti is inkább ezeknek a zsánereinek vagytok oda, de a kell, akkor sorozatoktól elkezdve az, és nem pécsőleg mindenről tudunk beszélgetni, ha arról van szó éppenséggel. Csak hát majd ki kell alakuljon, mondom. Simán elképzelhető, hogyha ilyen 70-80 ember marad streameken, meg stb., akkor egy 2-3 hónapon belül duplájára nő Attilának a nézőtábora, és akkor akár ilyenekbe is bele tudunk futni. Mert nem fognak minket mondjuk 300-an nézni, vagy 70-en, de ha már csak az a 20 ember el van, akkor lehet, hogy a ti is azt mondja, hogy oké. Okay. Értitek? Sziasztok, miről maradtam le? Hát volt egy olyan kis birodalom, hogy Polábia, és most már nem pici. Igen, meg poroszolsz. Spoiler. Ice Wolf, annyit tudok mondani erre, hogy 8-os vagy, és hogy szívesen támogatnál. Figyelj! Itt vagy élőadásokon, élvezed a videókat, dobsz egy lájkot, hagysz egy kommentet, ezek is ugyanolyan teljesen jó támogatások. Ne érezd magad rosszul azért, mert nem tudsz pénzt adni. Élvezd a tartalmat, aztán majd egyszer talán, ha oda jutsz, vagy hogyha úgy alakul. De ezt, amikor Attival beszélgettem, meg elkezdte ezt az egész streameres cuccot csinálgatni, akkor első körben az esett neki mindig a legjobban, amikor jött nekem elmondani a dolgokat, hogy nézik. Hogy egyáltalán vannak emberek. Hogy tudjátok, nézik. Tudjátok, mennyi streamet csináltam úgy, hogy nem volt senki? Tehát, hogy... Én tudom, milyen érzés az, amikor 2 órán keresztül ülsz egy játék előtt, és beszélsz senkinek. Éva volt igazából itt annyi. Na, ez a pici a bors, de erős... Igen, hát kérem megmutatni. Európai méretben nézve még pici a bors, de benne van már az oldalában az európaiaknak. Nem láttad, hogy... fegyvert kezdek el készíteni. Kiből kezdtem. Nem tudok. És ez a háború fog a sírba vinni, hallod? Egy vengeance fog, az jöhet. Ez a háború fog a sírba vinni. Esküszöm. Amúgy nagyon nyomasztó lehet első alkalomra. Igen, eléggé megpróbáltató. Az a helyzet egyébként, hogyha... Tehát úgy kellett volna csinálnom ezt a streamelést, hogy lehet, egy kicsit később kezdem el. Húristen, miért nézem ezt az embert? Nem amúgy jók. Hallom. Turul nemzet. Na azért, üdvözlet halljad itt is. Az előadáson. Halljad is, mert nem volt egyszerű összekaparni. Nem a szél hordta össze, hanem én zsákostum meg minden este. Vittem a demokráciát az összes országba. Barátkoztunk mindenki. Na jó van viszont, srácok, lassan zárjuk. Még 23 nap. arra még lesz idő. Ha már szenvedek, hallod, ez volt a leghosszabb háború. Én közben itt egész szépen megneveltem a méreteimet, mindig tudnék terjeszkedni, csak nincs kedvem most hozzá. Ó, az anyátok, úristen, kifoglaltam, erre visszafoglaltátok a túloldalát. Az is jó, hogy nem toxikus közösséget építettél ki, mert ugye főként ilyen játékokkal játszol. Igen, hát nincs Minecraft, nincs Roblox, ezzel kizártam a emberek egy részét, maradjunk ennyiben.
Van mondjuk hát. Minecraft, tehát csináltam Minecraft videót, de sose lett volt az, hogy a Game Halom csatorna az egy bizonyos játékkal vagy zsánerrel foglalkozna. Szóval, hogy ha szeretitek az ilyen stratégiai játékokat, az tök jó, de sose lesz az, hogy a Game Halom csatornán csak ilyen játékok lesznek. Tehát most nagyon éli ezt a korszakát, mert nagyon van kedvem játszani a Victoria 3-mal is, Crusader Kings-el is, de benne van a nevében Game Halom, igen. A legtoxikusabb, szegény. A legtoxikusabb. Nem, szerintem a LOL közösség toxikusabb. Hoi 4 community szerintem elég toxikus, nem baj, azt elkerüljük. Jaj. Sok komcsi meg fasiszta gamer. Nice. Már nem tudom, amúgy. A LOL talán az, amelyikkel így közösséggel játszunk, és az elég toxik. Na, a LOL az nagyon toxik. Na jó, van srácok, utolsó szavak. Utolsó szavak. War declared. Jézusom, éheznek az embereim. Oké, megtámadtak szerintem megint a izék. Vikingek. Ezt majd le tudjuk legközelebb. Jó. Ez most engem nem érdekel. Van két területen kikerülöztünk. Szóval végeztél, Erik, mert mentek éppen. Siker! Siker! A legtoxikusabb közösség az, amit az ember felkapott mobiljátékokkal szerez. Igen, ott is vannak érdekesek. Nézzük. Hoppá, mondjuk eltaláltam, csak nem jelent meg a kamera rendesen. Ez az majdnem összeött. Hopp, nem, sikerült, betöltötte. Hello, ez az. Átmentünk erre a nézetre. Na, remélem jól szórakoztatok. Köszönöm Eriknek, hogy itt volt. És remélem csatlakoztok hozzánk legközelebb is. Lesz még Erikkel közös stream? Lesz simán. Igazából, hogyha nem láttátok, Erikkel játszottunk Magyar Birodalom Crusader Kings 3-as videó streamet már csináltunk. Ezt most nagyon jól összemondtam. De fenn van a YouTube-on, hogyha meg akarjátok nézni, akkor keressetek rá, hogy Game Halom Crusader Kings 3, és ott van, hogy a Magyar Birodalom. És ott van két stream is van fent, hogyha érdekel titeket, és akkor azt nézhetitek. És akkor ott játszogattunk. Akkor például nem volt olyan sok néző. Szerintem Pixni akkor is ott volt viszont. Biztos volt egy-kettő, de nem voltunk ilyen sokan. Olvassa a csetet. Igen. Na jó van. Sziasztok, jó éjszakát. Sziasztok, jó éjszakát.